Jeremiás könyve, nyolcadik rész A csillagimádás büntetése Abban az időben, így szól az úr, Kiszórják majd sírjukból Júda királyainak És vezéreinek csontjait, A papoknak, a prófétáknak És Jeruzsálem lakóinak a csontjait. Kiterítik azokat a nap, a hold És az ég minden serege elé, Amelyeket szerettek, tiszteltek és követtek, amelyekhez folyamodtak, és amelyeket imádtak. Nem szedik össze, és nem temetik el. Trágyaként használják majd őket a földeken. Akik pedig megmaradnak ebből a gonosz nemzetségből, az egész maradék inkább választaná majd a halált, mint az életet bárhol, ahová a megmaradtakat szétszórtam. Így szól a seregek ura. Izrael konoksága Mondd meg nekik, hogy így szól az úr. Ha elesik valaki, nem kele föl, ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? Miért tér tévútra ez a nép? Miért tévejek állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a családsághoz, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza mint a csatában száguldozó lovak. Még a gúja is az égen, tudja költözése idejét, a gerlica, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie. Csak az én népem nem ismeri az úr törvényét. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az úr tanítása? Hiszen hazugságá tette ezt az írástudók hazugtolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megrettentek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az úrigéjét? az ítélet súlyos lesz. Azért feleségüket másoknak adom, földjüket a hódítóknak, mert a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki nyereséget hajház, a prófétától a papig mindenki elvetemült csaló. Népem romlását azzal gyógyítanák, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség, szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek de nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondja az úr. Szüretelni akartam náluk, így szól az úr, de nincs szőlő a tőkén, nincs füge a fán, levele is elhervadt. Ezért sorsukra hagyom őket. Miért maradunk veszteg? Gyűjjetek össze, menjünk a megerősített városokba, hogy ott nyugton legyünk de Istenünk az Úr úgy ad hogy méreggel itat meg minket, hiszen védkeztünk az Úr ellen. Békességre várunk, de nem lesz semmi jó a gyógyulás idejére, de jön a rettegés. Dám felől hallatszik lovainak prüszkölése, méneinek nyerítésétől reng az egész föld. Megérkezve megemésztik az egész országot, a várost és lakóit. Bizony mérges kígyókat küldök rátok, amelyeken nem fog a varázslás, és megmarnak benneteket. Így szól az Úr. A proféta elsiratja népét. Gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, beteg a szívem. Népem kiáltása hangzik messze földről. Hát nincs az Úr a Sionon, nincs már ott királya. Miért bosszantottak engem bálványokkal, idegen hiába valóságokkal? Elmúlt az aratás, Véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört. Gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj giládban, nincs ott orvos. Miért nem tudnak begyógyulni népemen a sebek? Bár csak a fejem víznek és a szemem könynek forrásává válnék, éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit.